Sok szeretettel köszöntöm a hosszú-hosszú idő után újra kiállítást rendező Agora Szombathelyi Kulturális Központban megjelent kedves látogatókat. Örül a szívem nagyon, hiszen ezen a mai napon találkozik a múlt és a jövő, a retro és a fiatalság, és itt most nem csak a sportházról beszélek, ami jövőre 50 éves lesz, hanem arról, hogy elevenednek a falakon azok a régi szombathelyi városképek, illetve fiatal, meg picit idősebb szombathelyi arcok is, egy nagyon fiatal, tehetséges művésznő keze által. Úgyhogy én úgy gondolom, és nagyon remélem, hogy ennek majd lesz még folytatása ennek a kiállításnak, és nekem mindezt csak annyi a reszortom, hogy átadjam a szót Torrey Walternek, művészettörténésznek, festőművésznek, aki megnyitja gondolataival a kiállítást, illetve bemutassam a zenekart, aki játszott, ezt majdnem elfelejtettem. Szeretném, hogyha egy nagy tapsot kapnának. Horváth Dániel, Kurvai András, Koller László és Gazdag János szolgáltatták a zenét, és ilyenkor azt mondták mondani, hogy velem együtt maradtok, mert nagyon jó volt, és szeretném akkor átadni a szót Torrey Walternek. Kedves hölgyeim és uraim, én is azt tudom mondani, amit előbb hallottunk, hogy én is nagyon örülök annak, hogy itt újra képeteket láthatunk ezen a sorfalon, mert hát jó pár hónapja, éve nem volt erre mód. Én emlékszem bőven azokra az időkre, amikor például a Kanizsai Dorottya Gimnázium 70 éves évfordulóját itt rendezték, hatalmas kiállítás volt. Most van a 95. évi, és hát az jóval szerényebb. És arra is emlékszem, hogy itt Szóbel kiállítás, Mennyánszki kiállítás, vagy éppen Márfi kiállítás volt. Aztán hát szépen lassan hát ez az egész mai világ a sportházba is egy kicsit hatott. Most egy kicsit feltámadta Nikének a képeivel. Nagyon örülök azért, mert egy olyan dolog is van itt ebben az egész kiállításban, egy olyan gondolat, ami mondjuk az én életemben is fontos. Ez valamilyen szinten egyfajta múlt szeretés, műemlékvédelem, ha szabad így mondani. Nicolettnek ez ma második olyan kiállítás, amit én nyitok meg, nagyon megtisztel vele, egykori tanítványunk, kitűnő textiles volt, de úgy nézem, hogy egy más irányba fordult az ő érdeklődése. Egy nagyon értékes és nagyon érzékeny egyéniség, mindig halkszavú, csendes, visszahúzódó volt, jó szívű, nagyon szerették az osztálytársaim is, nagyon kedveltük mindig, és a művészete is ilyen, nem akar kiabálni, nem akarja magára mesterséges eszközökkel felhívni a figyelmet. Szinte néha elrejti ezt a rengeteg munkát, ami benne van egy-egy alkotásban. Nikinek már régi kedvenc szokása az, hogy portrékat készít. Hátul látunk ebből egy jókora nagy csokrot. Jellemző rá az, hogy elsősorban olyan embereket örökít meg, nagyon alapos és nagyon-nagyon körültekintő munkával, akiket személyesen ismer, és akik körülötte vannak. Felismertem az iskolánk jó pár tanulóját, magamat is felismertem, és ezt nagyon, nagyon köszönöm neki, hogy ilyen kedves volt, hogy de szerintem olyan, hogy mondjam, szép ember példányokat és olyan kitűnően rajzolt le, hogy talán ez az én személyem az nem túl idevaló, ezt meg is mondtam neki. No, de visszatérve a dolgokra, hogy ami nekem legeslegjobban tetszik a Nikiben, hogy képes egy hétig el dolgozni egy A4-es méretű városképpel. Ez egy nagyon ősi műfaj. Az 1300-as években kezdődött a városképeknek az ideje. A szienai festészetben, Itáliában voltak az első önálló kísérletek. A Lorenzetti, Ambrogio Lorenzettinek a lecsetjéből, aztán ennek a csúcspontja ugye az 1600-as évektől, 1700-as évektől van, és hát igazából az a 2-300 év, 1900-ig volt, amíg a városképeknek a legszebb darabjai készültek. Ma is vannak kitűnő grafikusok és festők, akik
nem sajnálják a fáradtságot egy-egy városkép megörökítéséről, és ez egyáltalán nem baj, mert egy városkép állandóan változik. Az, hogy hogyan változik, pozitíve vagy negatíve, az erős kérdés. Ki hogyan ítéli ezt meg? A Niki képei lehelet finomságú pontossággal rögzítik azt, amit ő lát, általában régi képeslapokról, ezért aztán most már ugye a komolyabb képeslapgyűjtőkkel is nagyon felvette a kapcsolatot, mert szeretné minél jobban beleásni magát ennek a városnak a múltjába és a vizuális múltjába, ha szabad így mondanom. Nagyon jó ötlet és jó gondolat volt az, hogy a különböző korú, de rendszerint legalább 5-6 évtizedes, vagy annál is régebbi állapotot rögzítő rajzok mellé oda tettek egy-egy korabeli, kortárs fotófelvételt arról, hogy ma ott mi látható. És hát őszintén megvalva egy kicsit minket, akik hát ezzel az egész dologgal szoktunk foglalkozni, igazolnak ezek az egymás mellé helyezések. Hogy valahogy, mintha gazdagabbak lennének a Niki rajzai, és nem csak attól, hogy ő tényleg valami elképesztő átszeremült finomsággal a legapróbb nüanszokat is ábrázolja, hanem egyszerűen attól, hogy például egy házon utólag nem csinálják vissza azokat a díszítéseket, amik oda valók. És ezek látszanak, vagy éppenséggel az az apró pillanat, amikor hát a földet tesznek egyenlővé egy régi úszodát, ami a Niki rajzán még hemzseg az élettől. Ez egy kicsit tragikus. Tudom én, hogy ennek megvan az oka, és éppen most olvastam róla, de valahogy úgy hozzátartozott az életünk közön az úszoda. Én még gyerekkoromban fürödtem abban a medencében. Még úgy is, hogy úgymond veszélyes volt, és nem használta senki már 70-es évek eleje óta. És a Niki rajz az valahogy elindította az emberbe azt, hogy ez valaha egy városnak a központja volt, valaha egy városnak szinte a lelke volt. Talán abban az időben, amikor az én édesapám fiatal ember volt. És azt is tudom, hogy ott lovagoltak az olimpikonok az 50-es években, amikor itt gyakoroltak, azon a füves területen ott. És hát aztán ugye felépültek ezek a dolgok, aztán most meg már nincs rájuk szükség. Na de hagyjuk ezeket a nosztalgiázásokat, inkább nézzünk a jövőbe. Én úgy gondolom, hogy a Niki jó felé halad. A munkái egyre tökéletesebbek és egyre átszellemültebbek. És én szép jövőt látok neki, és abban bízom, hogy ezt így fogja tovább csinálni, mert ezt bizony csak belső késztetésből lehet ilyen minőséggel, meg ilyen érzékenységgel csinálni. Néki akkor, hát ez volt most az első nagy kiállításod, és ezt a kövesebb többi. Gratulálok!